köszöntjük a stúdióban Batta Andrást, Erkel és Széchenyi Díjas zenetörténészt, a Magyar Zeneháza igazgatóját, illetve Farkas Gábor, Liszt Ferenc Díjas, a zongora művész. Jó estét kívánok! Szervusztok! Megbeszéltük, hogy tegeződünk. Először hozzád fordulnék, ugye kicsit költői a kérdés, hogy miként és hogyan született meg egy távol-keleti komoly zenei fesztivál ötlete, mert hogy számos személyes szállal is kötődsz a távol-kelethez, meg a japán kultúrához. Igen, ez valóban így van, mert hát 4 évig kint is éltem egyébként, és hát de ez már oda vezethető vissza, hogy közel 20 éve én járok rendszeresen Japánba, 20 évvel ezelőtt körülbelül akkor debütáltam Japánban Chopin Émol zongora versenyével, és annak köszönhetően gyakorlatilag minden évben visszahívtak valamilyen fesztiválra, vagy esetleg zenekarokhoz játszani, vagy szólóesteket adni. És akkor így jött ez az egész dolog, hogy aztán egy idő után a Tokyo College of Music meghívott, hogy legyek ott az ő egyetemükön professzor, zongora professzor, és hát így kint töltött 4 év alatt gyakorlatilag bejártam egész Japánt, és hát az egész ázsiai térséget, rengeteget jártam Dél-Koreába, Kínába, Tajvanba, Vietnámba koncertezni, és már a kintlétem alatt ott rengeteg olyan fantasztikus művésszel sodort össze az élet és a sors, és akkor fogalmazódott meg az bennem, hogy ezeket a művészeket miért nem ismerjük itthon Magyarországon, és miközben egyébként nekik fantasztikus karrierjük van mindenhol a világban. Tehát hívják őket a Carnegie Halltól elkezdve mindenféle nagy terembe. Többek között egyébként, akik majd itt lesznek a fesztiválon, itt van Akiko Suwanai, 18 évesen nyerte meg elsőként, japánként a Csajkovszki hegedűversenyt, és előtte 1 évvel pedig második lett az Erzsébet királynő hegedűversenyen, és egy fantasztikus művész. Mondjuk ő egyébként egy kivételt képez, mert rengeteg alkalommal és nagyon sok alkalommal jár itt Magyarországon, de a többieket egyébként, akik itt a fesztiválon jelen lesznek, viszonylag keveset halljuk itt, úgyhogy, de egyébként visszakanyarodva a kérdésre, ez volt a fő motiváció, hogy rengeteg nagyon-nagyon jó ázsiai művésszel hozott össze a sors és különböző koncerteket. Bocsáss meg, még egy kérdés, ugye te magánéleti szinten is nagyon kötötsz Japánhoz. Igen, ezt lehet mondani, persze, természetesen, hát van egy japán feleségem egyébként, aki szintén zongoraművész, és van 2 gyermekünk, és hát ő is itt végzett egyébként a Zeneakadémián, zongora művésző is, és a Dráfi Kálmán osztályában végzett itt a Zeneakadémián. Ez kapcsolódna az a kérdésem, hogy Japánban mennyire ismerik a magyar zenét? Hát mennyire fordítva is igaz ez az ismeretlenség? Tehát a feleséged hogy látja, hogy az ottani zenei világban mennyire vagyunk mi ismertek? Ugye itt a magyar művészek, azt kell mondjam, nagyon is ismertek egyébként. Bárhol mondom Fischer Anni nevét, bárhol mondom Kocsi Zoltán nevét, Siff András nevét. De jó. Nagyon Fischer Iván nevét, és hát még sorolhatnám itt a... Tehát a Kodály módszert is a természetesen. Mert Kodályt mindenki ismeri, de... Természetesen. Az első Kodály társaság az ott volt, azt az első külföldi Kodály társaság, vagy az első ázsiai Szaporóban. Úgyhogy a Kodály módszert szinte elsőnek vezették be, és ugye rendkívül szorgalmasan próbálták elsajátítani ezt az európai művészetet. Vagy csak, hogy most a dologba, és tényleg úgy volt, hogy ezelőtt mondjuk 30 évvel még az ember azt mondta, hogy hát jó, nagyon szorgalmasak, nagyon ügyesek a kezük, de nem értik még igazán a mi nyelvünket. Most elképesztő. Tehát akik most ide jönnek, a Gabi nagyon szerény volt, akik ide jönnek, tehát ezek is olyan nagy művészek, hogy érdemes eljönni a Zeneházába. Csütörtöktől vasárnapig, Japán... azért hadd jegyezzem meg. Fujimoto Tsung tervezte, ugye, a Japán? Maga a Zeneházán. Így van, tehát ez abszolút oda passzol, és hát sokat gondolkoztunk rajta, hogy hogyan lehetne ennek a tartalmában is egy kicsit ezt a japán művészetet egyébként behozni. Két kérdésem van egyszerre. Ugye, már három. Kettő egyszerre. Most már három. És 2 perc után. Hogy a távol-keleti komoly zenei fesztivál, ahol távol-keleti művészek vesznek részt, távol-keleti hangszerek szerepelnek-e ezeken, és unblock akkor így az egész, hogy a távol-keleten mennyire hasít a klasszikus zenei kultúra, ami nálunk, tehát hogy lehet összehasonlítani mondjuk Európával, mondjuk Magyarországgal? Gyakorlatilag itt, hadd válaszoljam akkor meg ezt a kérdést, hát meg azt el lehet mondani itt, hogy a klasszikus zene szerintem most virágkorát éri ott Japánban, és egyébként egész Ázsiában. Hogyha most végignézzük az összes zenei versenyt egyébként, ami a legnagyobb zenei versenyeket, hát az első háromban biztos vagyok benne, hogy valamilyen távol-keleti versenyző az benne lesz, és nagyon az élmezőny
versenyben járnak most már az egész világon, és nem beszélve arról egyébként, hogy, hogy a mindennapi életben is nagyon jelen van. Tehát ha csak arról beszélünk, hogy, hogy mondjuk egy értelmiségi családban az szinte nem kérdés, hogy valaki zenét ne tanuljon, és ez nagyon-nagyon fontos eleme az, hogy, hogy a mindennapi életben ez jelen van, éttermekben komoly zene szól, hotelekben komoly zene szól. És, az, és a japán hangszerek, amik lesznek-e itt, vagy nem? Lesznek, ráadásul nem csak, hogy lesznek, hanem a mi struktúránkba beépülnek, tehát szombat délelőtt lesz gyerekműsor, családi műsor, egy mese, amit az egyik kollégánk mond el, és japán hangszerek, magyar hangszerek, tehát a gyerekek megismerhetik a japán hangszereket is lesz. Te, most én így a könnyedebb dolgokat mondom. A kotó, ugye az a japánoknak az egyik kedves, vagy talán a legkedvesebb hangszer. Ez egy kb. 2 méter hosszú, de egy leteríték, olyan, mint a citára. Az ez a japán citára, és hát elképesztő művészete játszanak, de nem csak tradicionális zenét, itt is az lesz, hogy jazz-t fognak az egyik leghíresebb kotó művésznő, Sumie Kaneko. Kaneko. Pont a kotót láthatjuk. Igen, és ő játszik a Kyle Norbert-tel, aki kiváló jazz zongorista, együtt, tehát ott rögtönözni is fognak. De például ez a hölgy, akit most lát, ők látnak. Igen. Ugye rendkívül sok oldalú, mert énekel is, más hangszereken is játszik, világzenét is játszik, jazz-t is játszik. Szóval nagyon sok érdekesség lesz. magyarzeneháza.com ide irányítanám azokat, akiket sikerült föl ébresztenünk erre a nagyon szép sorozatra. És köszönjük, Gábor. Köszönjük szépen. És nektek is köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.